Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök szeptember 23-án szerda este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Az elmúlt 5 évben megduplázódott Tatán a lom mennyiség. Továbbra is keresik a városban található kerékvetőket. Közel 20 napi rendi pontot tárgyalt meg a Humán és Ügyrendi Bizottság. Ülésezett a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság. Több mint 600 tonna hulladék várható az idei őszi lomtalanításon, derült ki szeptember 23-án tartott sajtótájékoztatón. A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Szeptember 7-én kezdte el az elszállítást az ingatlanok elől, a jelenlegi övezeten túl pedig még 2 körzet és az üdülő területek vannak hátra. Szeptember 7-én kezdte meg az éves ingyenes lomtalanítást a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. A munkafolyamat jelenleg a felénél tart, szeptemberben pedig már egy elektronikai és a veszélyes hulladékok központi gyűjtésére is sor került. Én nagyon-nagyon szeretném megköszönni a tataiaknak azt a fegyelmezett lomtalanítási morált, ahogyan kipakolták az utcákra a lomokat, és külön köszönöm azt nekik, ahogy a lomtalanítós autó elhaladt, azután már nem helyezték ki újra a lomokat. Ugyanakkor jó néhány tatai a megengedett 1 köbméteres lommennyiség fölött is helyezett ki lomot, ami nem jó. Ugye a város költségvetése gyakorlatilag erre van beállítva. Itt szeretném megjegyezni, hogy lehetőség van a szemétszolgáltatónál, az Öko ZRT-nél az egész évben lom elszállítására. Természetesen nagyon-nagyon köszönöm a Városgazda munkatársainak, akik hihetetlen munkát végeznek ebben az évben is, úgyhogy tényleg a köszönet jár érte. A lomtalanítás eddigi tapasztalatairól Acsai Zoltán, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója számolt be. Tulajdonképpen az eddigi évekhez hasonlóan továbbra is azt a mutatót láthatjuk, hogy egyre több lomhulladékot raknak ki a tataiak. Ha számszerűsíteni szeretném, ez ugye pontosan öt körzet van, öt körzete van osztva ugye a város, illetve a hatodik körzet az üdülő körzet. Azt lehet mondani, hogy egy körzet az eddigi tapasztalatok szerint, ugye most már lassan a feléhez érünk a lomtalanításnak, egy olyan 10 tonnával több, mint a tavalyi mennyiség. Ha ezt ugye összeadjuk majd várhatóan, akkor egy 50-60 tonnával, de akár még többel is meg fog növekedni a tavalyi évhez a mennyiség, és ez teljes mértékben hasonló az eddigi évek úgymond megszokott emelkedéséhez, mert visszanéztem az elmúlt 3-4 év adatait, és körülbelül ez a 50-60-70 tonna plusz jelentkezik évről évre, amennyivel ugye többet gyűjtünk össze. Ezt, ha 5 évre visszavetítjük, akkor azt lehet mondani, hogy megduplázódott 5 év alatt az a lom mennyiség, amit kihelyeznek a lakók. Hát ebből nyilván arra lehet következtetni, hogy erre igény van, és természetesen ehhez még hozzá kell adni a speciális lomgyűjtés, az elektronikai, illetve a veszélyes anyag gyűjtés, bizony az is 60-50-70 tonnával számolható, ami még pluszba jön az eddigi számokhoz. Hogyha ezt körülbelül számszerűsíteni akarom, akkor tavaly például 510 tonna lomhulladék volt, plusz egy 60 tonna veszélyes és elektromos hulladék. Ezt a tendenciát, amit az előbb elmondtam figyelve, bizony ez megint egy 60-70 tonnával több lesz, plusz ugye az elektromos és a lomhulladék ugyanúgy számolható 60-70 tonnával, tehát megint egy nagyon jelentős emelkedésről van szó. Az utolsó elektronikai központi hulladékgyűjtésre október 1-én kerül sor a Környei úti parkolóban délelőtt 10 órától egészen délután 5 óráig. Márciusban még csak egy sajtótájékoztatón keresztül, szeptemberben azonban már a lakosság számára is ismertette idén induló projektjét a Kuni Domokkos Múzeum. A helytörténeti emlékek gyűjtése során a tatai kerékvetőket és korabeli kapualjakat dokumentálják a kezdeményezésben dolgozók.
A Szövetség Tatáért Alapítvány és a Kunidomokos Múzeum márciusban jelentette be nyilvánosan közös együttműködésüket. A Tatai Kerékvetők és Kapualjak elnevezést viselő projekt a 17. civil napok keretében a nagyközönség számára is prezentálva lett. A kezdeményezés sikeréhez ugyanis a lakosság segítségére is szükség van. Kezdeményezésünk azra a címre hallgat, hogy múltbéli kerékvetők a jelenkori Tatán, Horváthy Lóránd képviselő úr ötletéből kiindulva egy olyan koncepciót fogalmaztunk meg, hogy összegyűjtsük a még városunkban fellelhető kerékvető köveket és kapualjakat. Ebben a projektben számítunk a lakosságnak az együttműködésére is, hiszen mi a köveknek az összegyűjtését, dokumentálását el tudjuk végezni, és nagy részében ez a projekt meg is valósult már, viszont ezekhez az épületekhez köthető elengedhetetlen alkotásoknak a történeti mi voltáról, vonatkozásáról, a hozzáköthető emlékekről ilyen szempontból nem tudunk mit hozzátenni, ebben számítanánk a lakosságra. A helytörténeti projekt célja, hogy felhívja a tataiak figyelmét a város azon értékeire, amik nem feltétlen voltak eddig a középpontban. Annak idején is, tavasszal még a koronavírus idején is, most is van védőeszközöm, akkor még nem kellett, de most természetesen fogom használni. Azt számoltuk össze, hogy 50 helyszín, ahol lehet keresni, vagy ahol szeretnénk találni. Az nem biztos, hogy mindenütt találunk. Ebben szerepel a vár, szerepel az Eszterházy kastély, szerepel a kőfaragóház, vagy éppen az angol park. Tehát így elszórva is kereshetünk még. Én nagyon sokáig, én sokat járok a Bajú úton, és föl se került a listámra a Bajú út. Na de egyszer az a felé ment, ilyen szemmel mentem, és találtam. Nem igazi, nem hagyományos, de akkor is van kerékvető például, meg is van örökítve, és benne lesz az anyagunkban majd. Tehát váratlan helyeken jöhetnek elő ilyen jellegű élmények és létesítmények. Például a mai nap terméke az, hogy a Rákóczi Ferenc utca 18-ban rendszeresen nyitva van az ajtó, ott van egy fel nem újított ház még, és annak az egyik kerékvetője, van kerékvetője, sérült. Egy elég jelentős darab letörött róla. Valószínűleg ott valami ér lehetett is. De az a szerencse, hogy megvan, mert az ajtó kitámasztására használják ezt a darabkövet. Az, hogy most ezt hogyan lehetne helyreállítani, nem tudom, mert ott a tulajdon is kérdéses. De mindegy, az a lényeg, hogy ez még megvan, nem vesztettük el, és láthatjuk még a jövőben is. A Kunidomokos Múzeum kéri, hogy akiknek az ingatlanjuknál a mai napig megfigyelhető az építészeti munka, vegyék fel a kapcsolatot az intézménnyel. Tataváros önkormányzatának képviselő testületének humán és ügyrendi bizottsága tartotta ülését ma délelőtt a Városházán. A felek 18 napi rendi pontot tárgyaltak meg. A részleteket a bizottság elnöke, dr. Varga András foglalta össze. Szeptember 23-án tartotta soron következő ülését a Humán és Ügyrendi Bizottság. A tagok 18 napi rendi pontot tárgyaltak meg, köztük 3 rendelettervezetet is. Az építmény adóról szóló rendeletet azért kell módosítanunk, illetve hát a testületnek módosítania, mert törvényes háttér megváltozott, jogszabályi háttér megváltozott. Az egyszerűsítés okán kivezették a reklámhordozó után fizetendő építményadót, ezért nekünk is ezt ki kell vezetni a rendeletünkből. A tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatosan, ugye az Öveges József tanulmányi ösztöndíj keretén belül évente 10 tanulót tudunk támogatni, felsőoktatásban tanulókat, akik nagyon jól tanulnak, és a rendeletünk úgy határoz, hogy 5 humán tudománytanulót, illetve természettudomány, műszaki tudománytanulót támogathatunk. Idén 4 humán tudománytanuló jelentkezett, hallgató jelentkezett erre, hogy kihasználhassuk, hogy mind a 10 ösztöndíjat megadhassuk. Ezért úgy kell majd módosítani a rendeletünket, hogyha ezt megszavazza a bizottság, illetve testület, hogy ilyen esetben több, tehát nem 5, hanem akár a másik tudománytanulók esetében is 5-nél több tanuló nyerhesse el ezt az ösztöndíjat. A szociális rendeletünket tulajdonképpen augusztusban már módosítottuk, az étkezési díjakra vonatkozott, mivel a járvány, a veszélyhelyzet megszűnése után is jelentősen több
többen vették igénybe az étkezési támogatásunkat. Ezért, hogy igazságos legyen ez a támogatás, ezért sávosan állapítottuk meg a térítési díjat, tehát jövedelemtől, szociális helyzettől függően az önkormányzat vagy kisebb, vagy nagyobb, vagy még nagyobb mértékben járul hozzá. Na most ez vonatkozik az időskorok nappali ellátására is, tehát ezt kellett a rendeletünkbe betenni, illetve még egy apró módosítást tettünk, hogy a szolgáltatási díjat nem csak házi pénztárba, hanem postai úton is be lehet fizetni. Majd ezen túl, hogyha ezt a testület, bizottság, illetve a testület egyetért vele. Soron következő ülését tartotta a Tataváros önkormányzat képviselőtestületének pénzügyi, környezetvédelmi és városfejlesztési bizottsága szeptember 23-án délután. A Városházán 12 napirendi pontot tárgyaltak meg a felek. Összesen 12 napirend felett hozott döntést Tataváros önkormányzat képviselőtestületének pénzügyi, természetvédelmi és városfejlesztési bizottsága. A tagok szeptember 23-án üléseztek a Városházán. A mai bizottsági ülésen összesen 12 napirendi pontunk van. Egy zárt tárgyalás keretében nyilván arról ilyen széles nyilvánosság előtt nem nyilatkozhatok. Az első napi rendi pontunk az a építményadóról szól, önkormányzat rendelet módosításáról szól. Ez tulajdonképpen a reklám, tehát a reklámfelületek, ami a boltoknak a homoklozatán van. Ez nem önkormányzati hatáskör, illetve annyiból, hogy a településkép védelmi rendelethez kapcsolódik, de ezt a rendeletet felülírta egy országos, tehát egy felsőbbrendű törvény, így ezt hivatalból úgymond módosítanunk kell. Aztán lesz a önkormányzat szervezet és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletnek felülvizsgálata történt meg, és egy új SMS kerül kiadásra. Itt elsősorban frakcióalakítási előírások vannak, amik módosultak, illetve a város, tehát a városrészi fórumok, akkor a képviselői fogadóórák megtartásával kapcsolatos pontok. Nem is az, hogy módosultak, inkább egyértelműsítésre kerülnek az SMS-ben. Aztán a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT-nek a 2019. évi beszámolójának üzleti és pénzügyi jelentése kerül napirendre. Aztán 4-es és 5-ös pont azok a főként az Európai Uniós pályázatoknak, hogy mi a teljesülésük, hogyan állnak, amelyiknél szükséges a többlettámogatások kerülnek megtárgyalásra. Hát ezek közül talán kiemelném a kőfaragóházat vagy a malomkert projektet, akkor a Varangláptalagos Jánig a kerékpárútnak a dolgait, és van több ingatlan irodahelyiségkel, kiadással kapcsolatos döntésnek az előkészítés, amit véleményezünk, így például a Tatai Televíziónak ugye a felújítással kapcsolatos, ugye amíg a helyiségek ugye felújításra kerülnek, addig önök ugye, hogy hova költöznek, tehát ez is most napi renden van. Kezdetét vette az éves ingyenes lomtalanítás. Szeptember 21-től a 3-as körzet lakóit kérik, hogy helyezzék ki legkésőbb 24 órával a lomtalanítás kezdete előtt a nem használt tárgyaikat, maximum 1 köbméterig. A gyűjtőkocsi a megadott utcákban csak egyszer halad el. A körzethez tartozik a Május 1 út, a Komáromi utca és a Környei út által határolt terület a Ciframalomtól, a Rákóczi utca, Kocsi utca, Fazekas utca és a rácsatlakozó utcák, azaz az Öregtó felő eső rész. Író-olvasó találkozóra várja az érdeklődőket a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár október 13-án délután 2 órakor. A programra ezúttal Weber Anikó ifjúsági és gyermekkönyvszerző látogat el a Művelődési Ház vízimalom termében. A 17. civil napok keretében meghirdetett szeptember 24-i versbarátok körének előadása elmarad. Következzenek szerda esti híreink még egyszer röviden. Az elmúlt 5 évben megduplázódott Tatán a lom mennyiség.
továbbra is keresik a városban található kerékvetőket. Közel 20 napirendi pontot tárgyalt meg a Humán és Ügyrendi Bizottság. Ülésezett a Pénzügyi, Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök szeptember 23-án szerda este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Maradjanak velünk, hiszen folytatásban magazinműsorunk következik, amelyben megtekinthetik az Általér Szövetség tisztújító ülését, a Mindennapok Hősei díját adót, valamint Kun Tamással készült portrénkat. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is, a viszontlátásra!